Sziasztok kedves AVTV nézők! Ezúttal a Fiú jelenlegi legkisebb és egyúttal legolcsóbb hordozható audio lejátszójához volt szerencsénk, mely gyakorlatilag bárhol elfér, egész sok mindent le tud játszani, és olyannyira kicsi, hogy még az X1-esnél is apróbb termettel rendelkezik, nevezetesen a Fiú M3-ról fogunk most néhány szót helyteni. A FIU M3 a gyártótól megszokott alumínium készülékházakkal ellentétben sajnos csak műanyag készülékházzal rendelkezik, viszont beépített 8 GB-os memóriáját tudjuk a padlólemez beépített kártyanyírás segítségével tovább bővíteni, illetve töltése a fájmozgatás mikro USB kábelen keresztül történik, és egy aranyozott 3,5-es jack fülhallgató kimenetre ráköthetünk akár egészen komoly minőségű fejhallgatókat is, de erre nem sokára visszatérünk. Lényeg a lényeg, hogy dizájn tekintetében egy abszolút visszafogott, és mondhatni átlagos külsőt kapunk, ami leginkább a 10 évvel ezelőtt futó MP3 lejátszók dizájnja előtti tisztelgésnek tudható be. A billentyűzet leginkább az LG Chocolate dizájnra hajaz, ugyanakkor a kijelző ugyanakkora és vélhetőleg ugyanazt a panelt is tartalmazza, mint amit például az X1-esben alkalmaztak. Mindezek mellett, ami igazán kiemeli a szürke ezt az eszközt, épp hogy nem a külseje és nem az amit tud funkcionálitásban, hanem ahogy szól. Elsőre mi sem hittük volna, de tény és való, hogy a FIO M3 hangja az árához és a kialakításához mérten meglepően jó. Úgyhogy ez most eléggé abszurd példának tűnik, de például egy Sennheiser HD 600-at is gond nélkül meg tud hajtani a közepesnél egy kicsivel nagyobb jelszinttel is. Akár, persze ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek az audiofül fejhallgatóját ez az eszköz fogja maradéktalanul kiszolgálni, de jó tudni, hogy az impedancia nem feltétlenül jelent hátrányt, hogyha egy ilyen eszközre szeretnénk otthoni hifi fülesünket hajtani, illetve csatlakoztatni. Apropó fülesek, ehhez az eszközhöz rendhagyó módon még egy fülhallgatót is mellékelt a fió, ami igazából a semmi extra kategória jeles képviselője, egy teljesen retrós, csak simán ilyen fülgerinc alá illeszkedő dizájnt kapunk, gumirozott kábellel, Hangminősége nem lenne rossz, hogyha rendesen be tudna illeszkedni a hallójáratba, és a külvilág zajai nem nyomnák el a zenét, amit hallunk. Ez tényleg csak egy SOS megoldás, nem több, mint egy nemes gesztus a gyártó részéről. Előnye között említhető, hogy a rajta lévő gomb segítségével ö, tudjuk vezérelni az M3 zenelejátszását. Egyébként bármilyen hárompólusú jack csatlakozófejes mikrofonos headsettel felszerelt, fülhallgatóval tudjuk kezelni ugyanúgy az M3-nak a zenelejátszási funkcióit. Ez tehát nagyon tömören és rövidve zárva a Fiú M3, melynek még tulajdonságairól, előnyeiről és hátrányairól sokkal bővebben vélekedünk itt a videó hivatkozáson keresztül. Mindent összegezve a hangminősége nagyon jó lett, ugyanakkor kialakításban láthatóan nem akarta túlzásba vinni a fió, nyilván itt arra törekedtek, hogy egy parányi formfaktor legyen megvalósítható, ez végül is sikerült nekik, hiszen bár, bárhol elférő eszközzel van dolgunk, amit magunkkal vihetünk például sportoláshoz is, vagy bárhova, ahol nem akarjuk, hogy okos telefon legyen nálunk. Mindazonáltal, aki hajlandó egy kicsivel nagyobb méretet bevállalni, és ténylegesen mindössze pár ezer font ráfizetéssel azt, azt a funkcionalitást, azt a külsőt megkapni, amiért olyan sokan szeretik a fiót, akkor javasoljuk, hogy tegyenek egy próbát az X1-essel is, mely egy hatványozottan masszívabb és igényesebb megjelenésű eszköz. Mindazonáltal még sok egyebet megtudtok erről a kis apróságról az előbb említett cikk keretein belül. Amennyiben pedig további hifi és házi mozgi újdonságra vagytok kíváncsiak, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és gyertek vissza máskor is, illetve lájkoljátok Facebook oldalunkat. Sziasztok!